Ételek a bemutató pulton, ezen a korábbi felvételen a mesterkurzuson résztvevő szakácsok munkái ezek, amiket egy vacsora keretében a vendégek is megkóstolhattak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában rendezett úgynevezett mestervacsorán. A vidéki vendéglátás segítése, támogatása fontos a kormányzat szerint. Ezért írtak ki olyan pályázati lehetőséget, ami javíthatja a vendéglátó szakma helyzetét. A támogatásról a Baranyai Gasztronómiai Klaszter vezetőjét kérdeztük. Örülünk neki, bár jobban örülne szerintem az összes vendéglátós egy nagyobb támogatásnak. Most ez nem az, hogy sírunk, hanem a fejlesztés miatt jobb lenne egy nagyobb pályázati lehetőség, de ugye ebben a pályázatban az ENTAK rendszerhez kötődően ENTAK rendszerenként 1 millió forintos pályázat van, és nekünk is jól jön, mert tudjuk, hogy hova tenni, tudunk újítani, tudunk berendezést venni, vagy éppensége valamilyen gépet venni. Ugye nekünk több cégünk van, több becsünk van, és így többet tudtunk pályázni. Az érintett vidéki alkalmi vendéglátó üzletek és zenés, táncos, szórakozó helyek augusztus 5-től szeptember 5-ig pályázhatnak. Az üzletenként igényelhető 1 millió forintos forrást a korábbi szakaszoknak megfelelően korszerű konyhatechnológiai eszközök beszerzésére, energiahatékony és gazdaságos üzemelés támogató fejlesztésekre, a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére igényelhetik, valamint felhasználhatják nagyobb beruházásokhoz is. A támogatás immár a harmadik eleme a Magyarország kormány által kiírt vidéki, kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése című programjának, amelynek célja, hogy mérsékelje a hazai turizmus területi koncentrációja következtében a vidéki szolgáltatókat érintő versenyhátrányt.